A Sárospataki Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága ülésén a költségvetési koncepciók elfogadása után a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a jövő évi startmunka pályázatok benyújtásáról is tárgyaltak a képviselők. A legfontosabb döntések között a Sárospataki Rendelőintézet szervezeti és működési szabályzatának szükséges módosításáról, valamint szociális bérlakás kiadásáról határoztak. Az egészségháznak a szervezeti és működési szabályzata, melyet a bizottságunk hosszas vita után első olvasatnak tekintett és átdolgozásra javasolja. Tárgyalta még bizottságunk szociális bérlakás kiírását a Lavotta út 59-ben. Itt felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy figyelje a hirdetéseket. A családsegítő és pedagógiai szakszolgálat kérelméről is döntés született. Bár az eredeti pályázat szerint legalább két helyiségből álló ingatlanra lett volna szüksége a szakszolgálatnak, de ilyet az önkormányzat nem tudott biztosítani. A családsegítő és pedagógiai szakszolgálat erre a második otthon nevezetű pályázatra a kistérségi irodának hívtuk valamikor, a MAG 7-es étterem mellett lévő egy nagyobb helységet kapja meg, és itt fog foglalkozni délután, illetve 12-től 19 óráig a különböző korú fiatal gyerekekkel, illetve fiatalokkal. Itt különböző foglalkozásokra fogják ide csábítani a gyerekeket. Filmvetítéstől kezdve játszóházon és fejlesztő pedagógus foglalkozásokon át széleskörű programokkal fogják várni a fiatalokat. Ha a projekt beindult és nagy érdeklődést vált ki, akár sor kerülhet egy másik, több helyiséges ingatlanba való áthelyezésre is.